hosszas éveken keresztül tartó csökkenés után elindult egy ilyen nagyon lassú díjnövekedés. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjak még mindig jóval az európai árszint alatt vannak. Ennek ellenére az utóbbi években lassú drágulás figyelhető meg, mondja a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Ami a díjszintet illeti, nekünk erről igazából csak utólag vannak adataink. Most a legújabb vagy legfrissebb adatok szerint egy átlagos, kötelezős éves díj az 23.600 forint. Az alkuszok tapasztalatai szerint az autósok korábban 4-5.000 forintos díjkülönbség esetén váltottak biztosítót, és 1-2.000 forintért még most sem szívesen mennek át másik céghez. A szabályok változása miatt évről évre csökken azoknak az aránya, akik év végén váltanak biztosítót. A mostani kampány az autósok kevesebb, mint harmadát érinti, ami nagyjából 1 millió gépkocsit jelent. Akinek január 1-je az év, a szerződéses évfordulója, és úgy dönt, hogy biztosítót akar váltani, neki 30 napja van arra, hogy ezt megtegye, tehát november végéig fel kell mondani a biztosítását, és újabb egy hónapja van arra, hogy megkösse a jövő év elejétől, január 1-től érvényes új kötelezőjét. Egyes becslések szerint az évvégi kampányban nagyjából 100 000 váltanak biztosítót. A képzőművészek és alkotásaik ismertségét, a képzőművészet elismertségét és az alkotók közötti emberi, illetve szakmai kapcsolatok elmélyítését szolgálja az Ars Pannonica. Ez egy nemzetközi kortárs művészeti tárlat, aminek mi nagyon boldogan, mi mint Várkert Bazár nagyon boldogan adunk otthont. Ez az Ars Pannonica kiállítás, ez már a 6., Szombathelyről indult ez a kezdeményezés, és az volt a célja az alapítóknak, hogy a különböző szomszédos régiók kortárs művészei között elinduljon egy párbeszéd, és legyen egy olyan fórum, ahol közösen bemutatkozhatnak. A nemzetközi tárlat a fiatalabb művészi pályájukat kezdők számára különösen sok előnyt és inspirációt, valamint külhoni művészi kapcsolatokat is hozhat. Ez a kiállítás most többek között a karintiai tartományi támogatással jött létre, és különböző, azt hiszem több mint 7 régióból vannak itt művészek, több mint 90 művész és csak nem 150 alkotás. A posztgeometrikus alkotásoktól a modern, szimbolikus festészeten át egészen a filozófikus tartalmú, vagy éppen a művészeti szabadságot a minimál art keretein belül kifejező művek különleges hangulatot és egyedülálló művészeti élményt kínálnak. A Várkert Bazárban látható Ars Pannonica tárlat november 11-ig fogadja a látogatókat.